Szevasztok, nagyon régóta szeretnék csinálni egy ilyen, ahogy hívják ott, aminek viccesen azt a címet adtam volna, hogy kérdezek és felelek, amelyben olyan kérdéseket tennék föl, amiket másoknak föl kellene tenni, de nem teszik föl. Úgyhogy ezeként amit magamnak föltenni, alá Európa Mózese, yeah. Vidám vasárnapban. De lehet, hogy most én abszolút nem készültem rá megint, de megpróbálok valami jó kis vicceset. No, tehát az első kérdés akkor az, hogy miért vagy ilyen okos, Dávid? Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, amit most így magamtól kérdezek meg. Ezt látom mindenkinél. Ez csak egy maszatolás, meg bevezetés, meg ezért. Nem találkoztam még olyan okos emberrel, akinek kiemelkedően, vagy nem is csak az okosság, hanem bármilyen szinten úgymond kiemelkedsz, úgymond, tehát kilóksz a sorból pozitíve. Én olyat még nem láttam, ahol ez más területen úgymond ne járna úgymond hátránya. Tehát én olyat még nem láttam, hogy valaki, mit tudom, valami iszonyatosan profi lett volna valamiben, de hogy más területeken meg ne lett volna rendkívül, hogy mondjam, teszetosza, vagy minek hívják az ilyet, béna, vagy ilyen botladozó, csetlő, botló, stb. De komolyan, tehát mit tudom, tehát ilyen olyan egyszerűen, tehát nincs. Én ilyet még nem láttam, lehet, hogy van. Olyat láttam, hogy egy ilyen jó közepes, mit tudom én, valaki minden téren úgymond, stb. És akkor egy valamiben kilóga. Többiek közül olyat is láttam, hogy de olyat, hogy valaki tényleg abszolút zseniális valamiben, de olyan szinten, hogy nagyságrendekkel, mit tudom, jobban csinálja az átlagnál, valamilyen szinten a dolgait, és valamilyen szinten így kiemelkedik, és hogy ennek ne lenne meg a bajtja valamilyen más területén az életének, én ilyet még nem láttam. És ez szerintem ebben van valami isteni igazságosság, meg bölcsesség. Tehát vannak olyan emberek, akik tudatosan választják, a Bibliában is vannak ilyen emberek, tudjátok, hogy ilyen, hogy mit tudom én, Jefte körül is ilyen Béliál fiai voltak, ha jól emlékszem, tehát ott is mindenféle ilyen, hogy mondják az ilyet, ilyen useless, tehát ilyen egyébként hasznavehetetlen emberek voltak körülötte, akkor a Absalom is azt hiszem ilyen embereket bérelt föl, vagy Adóniában, meg nem mondom melyik volt. Tehát amikor ilyen szervezkedést kell csinálni, és az embernek ugye nincsenek, és a szervezkedés eleinte nem jár, hogy hívják, a megbecsüléssel, meg... Yes, I am. Ahogyha az ember ilyen, akkor ez így tudja megcsinálni. Tehát vannak ilyen emberek, de ez ilyen sajnos, hogy nem tudsz. És nekem is az életemben úgymond megvannak, meg egyáltalán személyiségem, stb. Tehát megvannak azok a területek, ahol igazából csak emulálom a működést, a jól működést kvázi. És ugye el tudok így evickélni, vagy mit tudom én, de nem, tehát ott egyszerűen épp, tehát igazából azt kell mondanom, hogy másoknak a segítségével, meg úgymond a szociális háló, meg a rendszer működése, stb. Tehát ezek a dolgok azok, amik engem úgymond átlendítenek, meg átsegítenek bizonyos dolgokon. Tehát azt kell meglátni, szóval meggondoljátok az gyerekek, hogy én most annyival nagyobb szám vagyok, mint tudom, hogy most ilyen dolgokat összetudok. Ez egyszerűen az, hogy nekem erre van úgymond kihegyezve az agyam, de vannak más dolgok, amikhez meg tök hülye vagyok. Konkrétan. Tehát az, hogy most hogy ezeket sikerült felfognom, hogy megértenem, amikor mostanában beszélek, ez mind szép és jó, és csak azt mondom, hogy tehát senki ne gondolja azt, hogy ez számára lehetetlen. Ez egy olyan dolog, hogyha valamire specializálódsz, akkor... Elnézést. Tehát, ha valamire specializálódsz, akkor szükségképpen a többi dolog, amire nem vagy, úgymond, amire nem fókuszálsz rá, azok a dolgok kicsit így elhalványulnak, így kimennek ugye a fókuszból, és azok ilyen kicsit ilyen blurry, ilyen kicsit homályossá válik minden más egyéb. Tehát ez egy ilyen dolog. Tehát mondom, tehát ne gondoljátok azt, hogy tudom én, hogy ez sajnos ez egy ilyen, vagy nem sajnos, de ez egy ilyen dolog. Ez valahol egy jó dolog is. Ez valahol egy jó dolog is egyébként, hogyha ebbe belegondoltok, mert... Ups, it's the other way. Okay. Igen, mert elnézést, mert gondoljatok bele, hát vannak egy csomó ilyen mindenféle diktátorok, meg minden. Gondoljatok abba bele, és általában nagyon gyakran ezek a diktátorok, ezek nagyon-nagyon okos és rafinált, ravasz emberek. Vagy általában csak a pszichopatákra gondoltok.
Tehát, hogy vannak ilyen... Szóval az kemény, kemény, kemény lenne, hogyha egy pszichopata az mindenhez értene. Gondoljatok bele. És ugye ezért iszonyatos veszélyes az AI, az Artificial Intelligence-nek a, hogy hívják ki, ismert. Mondok egy másik dolgot, hogy megértsétek ezt az egész dolgot. A könyv, például írsz egy könyvet, a könyv az egy olyas valami, amikor... Tehát olyat még nem láttál, biztos láttatok mert, hogy valaki írt egy sikerkönyvet, és utána meghívták ennek az örömére, meg ezen fölbuzdulva mindenféle helyre, mindenféle előadásokat tartani. Ugye? És akkor azt látjátok, hogy ami a könyvében, amit leír a könyvében, ahogy leír a könyvében, azt nem tudja hozni az előadásban. Miért? Azért, mert a könyvben így fejezetenként kell végigmennie, és akkor a hivatkozásokat csinál, hivatkozásokat ír alá, képek vannak benne, stb. Ha van egy marha jól fölépített prezentációt például, a prezentáció is arról szól, hogy nem tudod emlékezetből az egészet ott elmondani úgy, ahogy van. Egyszer nem fogsz mindenre emlékezni. Nem fogsz az összes évszámokra emlékezni, nem fogod tudni megmondani, hogy a Science folyóiratnak a melyik évi, mit tudom én, hanyadik számában, hanyadik oldalon található ez és ez a cikk, stb. Erre nem fogsz tudni emlékezni, egyszerűen ez így nem megy. Amikor egy könyvet ír valaki, az olyas valami, mint hogyha néznél, tegyük most, ha már így plasztikus akarok lenni, nézel egy focilabdát, és a focilabdának egyszerre ugye nyilván csak az egyik oldalát látod, és abból is úgymond csak a feléd eső részétre tudsz úgymond ráfókuszálni, mint amikor neked aláírja mondjuk a focilabdát, mit tudom én, a Messi. És hogyha arra nézel, és úgy lefotózod azt a focilabdát, ahol a Messi aláírta neked a labdát, akkor a labdának azt a 6 vagy 5 szöget, ugye, az ilyenekből áll legalábbis a régi focilabdák így néztek ki, amire rá van írva az aláírás, arra ráfókuszálsz, azt jól fogod látni, a többi részét nem fogod jól látni már, vagy akár a szabad szemmel nézed, akár hogyha lefotózod, és lesz ugye a labdának egy olyan része, amit meg egyáltalán nem fogsz látni, úgymond már a túloldala, meg egyáltalán úgymond a... Igen, már a félkörnek a szélét sem fogod látni már. Ha viszont egy könyvet írsz, akkor azt csinálod, hogy ezeket szépen és négyszerrel körbevágod, ezt az egészet, elvágod a varratok mentén a labdát, és kiteríted, ugye? És akkor egyszerre lehet látni az egészet. Ez a kép abból a szemben is érdekes lehet, ugye emlékeztek, tudjátok arra azért, hogy az ördög fölvitte a Jézus egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a föld minden királyságát, és azoknak a dicsőségét. Ugye? Na, ez csak egy, mint egy food for thought, ami lehet érdemes gondolkodni, hogy ennek miért volt jelentősége. Ugyanígy, ahogy volt az, hogy aminek a teteje az eget érje, ugye mondták között, és ezért volt összezavarva, ezért volt az Ózó lejött föntről lefelé, igaz? Föntről lefelé lejött, ugye az égből, ezért megnéz, hogy mit csinálnak az emberek fél, és azt látta, hogy ezek, basszus, egy nyelvük van, elnézést, így mondom, de egy nyelvük van, semmi sem gátolja melyiket, hogy amit kitaláltak, azt megcsinálják, az volt a cél, hogy a teteje az eget érje, ennek a Bábel tornyának a teteje az eget érje. Le van írva, hogy milyen izét használtak, milyen technológiát, tehát agyagot kiégettek, úgymond iszonyatos teherbíró képesség van egyébként a jó minőségű agyagtéglának, de megdöbbentő. Igen, különösen, hogyha izében van össze, hogy hívják volva, tehát mi az ilyen, minek, na, ez a kátrányt használtak a izéhez, Walternak, és a kátránynak még iszonyatosan jó mind a ragasztó képessége, mind pedig a, hogy hívják ki, tehát ha akinek némi anyagismeretről némi fogalma van, és ezt elolvassa, hogy jó, nagyon jól kiégetett agyagtéglákkal dolgoztak, és kátránnyal, hát az pontosan tudjuk, ez egy elég komoly teherbírás, és nagyon nagy, és még földrengés álló, hogy hívják, épület is lett volna. Igen, na mindegy, szóval ez a lényeg, hogy egy ilyet építettek volna ezek a figurák, és az úrnak ezért kellett lejön és összezavarni a nyelvüket, mert benne volt a pakliban, hogy el fogja érni az eget. Úgymond az eget érje, úgymond ez a Bábelnek a tornya. Igen, és az eget, ugye azt az eget, amiről azt írja másról, ugye a Biblia még a Teremtés könyvénél, a reggel elnyíról, hogy ahol a Biblia kezdődik, hogy ez... Azért lett odaépítve, hogy elválassza a vizeket, odarak, hogy elválassza a vizeket a vizekről is, amit az időknek a végén, az úgy lesz össze eltakarítatva, úgy lesz össze göngyölve, mint egy tekercs. Tehát egy nagy, hideg, üres, sötét vákumot nem lehet úgy összetekerni, mint egy tekercset. Akkor lehet valamit összetekerni, hogyha az a valami lapos.
Igen. Tehát, hogy majd, hogy nem kell kettődés igazából. Tehát lapos, akkor lehet úgy összetekerni, mint egy tekercset, egyébként nem. Úgyhogy igen, azt is írja, hogy az eget ér, igen, hát az egyértelműen ez konkrét hely, mert hogyha azt valamit el tudsz érni, úgymond, akkor az ott van valahol, ugye már. Úgyhogy, na ez csak egy érdekesség. Ugye Jákobnak a lajtorjáról, mint amiben volt, látta, hogy az Istennek az angyali föl meg lefelé mászkálnak, az is ugye fölfelé, ugye konkrétan. Tehát ő látott egy ilyen valamit, ami föl, az égig ért, és égig érő létre, ugye már Leiter Jakab. Jó, ezt nem biztos, hogy mindenki érti. Akkor jó, pillanat. Igen, tehát valahol ott tartottam, hogy amikor ír az ember egy könyvet, akkor ez igazából az olyan, mint egy ilyen, amikor egy olyan valamiről készül, egy ilyen kiterített valami, amikor egyszerre rá vagy zoomolva, vagy egyszerre rá vagy fókuszálva egy fényképen, meg lehet ezt csinálni. Ugye vannak ilyen technológiák, elvileg annyira nem értek hozzá, de hogy le lehet fotózni egy szobát például úgy, hogy a teljes, úgymond a mélységét az tűélesre lehet fotózni. Elvileg. De ez ugye egy olyan spéci cucc kell. Mert egyébként ezt nem lehet megcsinálni. Egyszerre csak egy dologra tudsz tudnod ráfókuszálni egy bizonyos távolságra, és akkor azon kívül nyilván az áridő is számít, mit tudom én, de az a lényeg, hogy tehát általában azt nem lehet megcsinálni, hogy és nyilván, amikor hogy egyszerre minden élesen látszon egy fényképen alapértelmezésben, a szemeddel semmiképpen nem tudod megcsinálni. Tehát, hogyha ráfókuszálsz egy bizonyos távolságra, ugye vannak olyan emberek, akik csak közelre látnak jól, vannak, akik messzire látnak csak jól, tehát nem tudnak közelre fókuszálni, nem tudnak távolra fókuszálni. Igen, de alapértelmezésben, hogyha jól működik a szemed, akkor tudsz minden, tehát tudsz messzire és közelre, és csak egyszerre nem tudsz messzire és meg közelre és jól fókuszálni. Ugye? Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Biztos hallottatok már ilyenekről, tudjátok, vannak ilyen autista emberek, meg mit tudom én találkoztam már ilyenekkel, tehát akik ilyenek különböző szintjei vannak. Az most ennek meglepődve, hogyha nekem is volna valami ilyesmi egyébként, valamilyen szinten, nem tudom, fogalmam sincs még soha nem. Úgyhogy gyárkoltam ezzel, de állítom, hogyha valaki jól ért ezekhez, egy nagyon jó pszichológus, egy pszichiáter, hogy megnézze az én videómat, azt meg tudná pontosan mondani, hogy nekem mi bajom van. A lényeg, és egyébként, hogyha az ember minél idősebb lesz, úgymond, és minél hosszabban gyakorolta ezt, volt ez a film, viszont Ben Affleckkel, összességben egy jó film volt, de volt egy-két olyan ponton, amin elbénázta, de mindegy, ahol egy ilyen csávót játszottak, ilyen autista gyerekként nőtt föl, és aztán ugye az élet rákényszerítette arra, hogy thank you, rákényszerítette arra az élet, hogy ezen fölül kerekedjen. Nagyon, amúgy egy jó film, nem tudom én, de ott is, tehát ez erről szólt, erről jelenségről szólt. Vannak ilyenek, tehát az autista gyerekeknél lehet ezt megfigyelni, az, hogy egy bizonyos dologra olyan szinten rá vannak fókuszálva, mármint a tehetséges, nem azokról beszélek, akiket a Vexed című műsorban, vagy mi az dokumentumfilmekben lehetett látni, hogy 20x évesen pelenkában, vagy bukós isakban vannak, és verik bele a fejüket, sikítva a falban, hogy mit tudom én, az MMR oltásoknak köszönhetően. Amerikában álltam, az MMR oltásoktól szoktak autistává válni a gyerekek. Hát én is itt ugye az Egyesült Királyságban ezt láttam, hogy megdöbbentő a izéknek a száma, a mindenféle fajta születési rendellenesége született gyerekeknek a száma egyszerűen megdöbbentő. Tehát mennél inkább úgymond a fejlett nyugaton, tehát mennél inkább át van oltva úgymond egy lakosság, annál megdöbbent meg egyáltalán. Hát nem csak ezben, sok minden ilyen dolog benne van. Sok minden dologtól lehet úgymond kronikus, meg születési rendellenességekre szertenni. Nagyon tragikus ezt látni, és az, hogy mennyire hülyítik, mérgezik az embereket, a fejüket is, meg a testüket is, a lelküket is, mindent. Úgyhogy ezért is fontos ezek a dolgokkal foglalkozni. Tehát azt szeretném csak mondani, nem kell ezzel kapcsolatban csodálkozni, mit tudom én. Például most mondok egy példát, akik ismerik jól a Pajor Tamást, például, vagy dolgoztak együtt, azok pontosan tudják. Ez mindenki világos, mindenki számára világos, egy kicsit ismeri. Pajor Tomé és Zseni például.
de nem egy egyszerű történetővel együtt dolgoz, meg mit tudom én, tehát, tehát őnek is megvannak a maga bajai, meg hülyeségei, ugye? Tehát van egy normális, kiegyensúlyozott ember, az általában nem lesz semmiben sem különösen kimagasló, hanem úgy egy teljesen nyugodt, normális izé, és kész. És na mindegy. Tehát mondom, tehát nem kell ennek semmiféle, nem érdemes senkit se így, mit tudom én, csodálni, meg mit tudom én, fú, de milyen okos vagy, mit tudom én, mert nyugodjatok meg, ha jobban ismernétek az illetőt, akkor megbizonyosodhatnátok róla, hogy hú, basszus kulcs, ezzel a csávóval nem egyszerű együtt élni, vagy ilyesmi. Ez rám ugyanúgy igaz egyébként, tehát nyilván az ember dolgozik ezen meg minden, de tehát az, hogy az ember bizonyos dologban úgymond, bizonyos területen úgymond kimagaslóan jól tud gondolkozni, meg dolgokat összekötni, összefüggéseket észrevenni, stb. Ez azt jelenti, hogy ő erre rá van fókuszálva, és ez azzal jár, hogy más területekre gyakorlatilag ilyen homályos rálátása van, és van egy ilyen, sokszor ilyen homályos elképzelés, hogy azok a dolgok hogy működnek, meg minden, és lehet, hogy általánosságban még jól is érzékeli nagyjából, de az azt, hogy mélységében, élesen nem látja ezeket a dolgokat. Nincs ráva az agya, egyszerűen. És az még a jobbik eset, amikor az ember ilyenkor tud róla, hogy én nem vagyok mindenben egy zseni. Ugye, mert ez nem mindenünknek adatott meg, már most így egymás közt zsenik közt szólva. Tehát vannak olyan zsenik, akik tudják, hogy ők mindenben zsenik, és ezért rendkívül, hogy mondjam, irritáltan reagálnak, amikor valaki fölhív a figyelmüket arra, hogy ez nem egészen igaz, nem teljesen igaz. Tehát vannak területek, ahol abszolút az az illető, abszolút, de vannak területek, hogy olyan hülye vagy, mint a nem mondom. Szóval ez ilyen sajnos, ez van. De most nem tudom, hogy folytassam-e tovább. Pillanat, gondolkozom egy picit. Lehet, hogy folytatom heckedvén. A másik kérdés, amire gondoltam, hogy válaszolok, olyan kérdés, amit nem tettek föl nekem, elég elemítélető módon, most én fölteszem magamnak. Kérdés így szól, miért van igazam? Amikor igazam van. Azért van igazam, mert az Úr az alázatosoknak kegyelmet ad, a kevéknek pedig ellenáll. Ez ennyire egyszerű, ezt nem is ragozzám tovább talán. Jó. És akkor egy másik kérdés az az, hogy mi a legnehezebb ebben a... Amikor tényleg az van, hogy valamit megértettél, valami abszolút stratégiailag rendkívül fontos kulcsfontosságú dolgot megértettél, és ezt megpróbálod mások, megpróbálod úgymond ezt úgy átadni, hogy mások számára is értetővé váljon. Mint például itt ez a, mondjuk ki, laposföld kérdésben például. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy ez inkább jobb a sík, vagy teremtett föl. Teremtett föl, az is nagyon jó kifejezés, hogy nem robbantott, ugye? Ezt is be kell látni, a heliocentrizmus az elválaszthatatlan az ős robbanástól, tehát ez a kettő kéz a kézben jár, tehát ez mindegy. Mi a probléma ezzel, amikor az ember ezt megpróbálja átadni, az ilyen jellegű tudást, vagy bármilyen olyan tudást, ami számára már magától értető, de mások számára nem. A legnehezebb, a legnagyobb kihívás az egészben az az, hogy ezt úgy rávezetni valahogy a többieket, hogy nagyon-nagyon szeliden és nagyon-nagyon finoman és óvatosan. De hát úgy, hogy egyszerűen minél jobban kipárnázza az ember, meg megolajozza a dolgokat, meg mit tudom én, hogy amikor pofára esik a másik, akkor egyfelől ne üsse meg magát, másfelől, amikor belecsúszik úgymond a megfelelő vájúba, akkor ne nagyon legyen göröngyös. Vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Szóval egyszerűen ez a legnehezebb része az egésznek, hogy adni át ezt az egészet úgy, hogy mert ez a legfájdalmasabb az embernek az, hogy van az embernek egy öntudata. Nem tudom, láttatok ezt, amikor Vágó Istvánt átveri az a mentalista, vagy nem tudom milyen csávó, Madagaszkárral. Ugye? Hát gyakorlatilag behogy hívják, hogy a Madagaszkárt belopja neki úgymond a fejébe, ilyen szubliminális üzenetekkel, és akkor azt mondják, hogy gondoljon utána, azt mondja ezért. Olyan önérzetesen és nagyképűen mondja a Vágó István, hogy most találtam ki, hogy Madagaszkár. Azt aztán utána bemutatja a csávó neki végig, hogy nem, én ültettem bele a fejedbe ezt a dolgot, ilyen képekkel, meg szöveggel, vagy mit tudom én, míg oda bevitte őt a izébe,
Tehát látott egy Madagaszkár zászlót, csak nem jutott el úgymond a tudatáig, látott egy ilyen Madagaszkár, ilyen állatot, valami makiszerűséget, vagy lórit, én nem tudom, hogy micsodát, meg látott még valami, talán az ország nevét is légy, nem tudom, micsoda, tehát pár ilyen dolgot és egyből ez ugrott be neki. Mert a fickó tudta, hogy egyébként ő talán járt is ott, de mindenképpen volt egy kötődése ezért, és ugye egy szimpátia, és tudta, hogy ha pár ilyen dolgot elhelyez, akkor pontosan arra fogod gondolni. Tehát amikor az ember észreveszi, és rájön arra azt, hogy azt, amit a sajátjának gondolt, a saját, olyan szinten a sajátjának gondolt egy dolgot, hogy az identitásának a részévé vált egy világnézet, vagy egy adott dologban egy álláspont, teljesen az identitásnak részévé vált, akkor ez fájdalommal jár. Tehát fájdalommal jár az belátni az embernek azt, hogy tévedtem. És hogy valami olyan mellett kardoskodtam, ami konkrét hülyeség volt, és másoknak a gondolatait, tehát úgymond rám töltöttek egy szoftvert, töltöttek az én saját hardveremre, úgymond, és az én operációs rendszeremre rátöltöttek egy olyan szoftvert, ami közvetlenül kommunikált, úgymond, vagy közvetlen ott volt, vagy fogalmazzak inkább. Nem is tudom. Tehát ez majd nem olyan, mint amikor egy sunyiban egy operációs rendszer alá betesznek egy másik bioszt. Egyszerűen. Tehát az operációs rendszernek bizonyos funkciói nem fognak tudni onnantól működni. Talán így tudnám megfogalmazni. Tehát, hogy ez a basic input-output system. Tehát, hogy egyszerűen bizonyos funkciói, úgymond a felfogó képességeknek egyszerűen ki vannak ütve. Meg vannak vakítva, működésképtelenné vannak téve. Egy komoly, de olyan szinten, hogy mondom, hogy megnéztem egy ilyen videót, ahol egy előadás prezentációt, ahol egy utasszállító gépeket talán 20 évig nagyságrendileg vezető hölgy, ott elmondja, hogy 20 évig vezetett úgy utasszállító repülőgépet, pilóta hölgy, hogy nem vette észre, hogy a giroszkóp repülés közben végig egy szintet mutat. Tehát magyarul a repülőgép repülés közben nem követ semmiféle görbületet, tökéletesen sík felület felett halad végig. És nem vette észre azt sem, hogy amerre csak ellátott, tökéletesen sík volt a horizont. Nem tűnt föl neki. Tehát úgy repült, hogy a fejében közben végig azt gondolta, hogy egy izé fölött repül, egy görbül felület fölött, mert nem gondolt ebben, nem gondolt, egyszer nem tűnt föl neki. A gyakorlatban viszont egy sík felület fölött repült. De ő közben, tehát ez nem adta össze a kettőt. Ugyanilyen dolog a napnak, hogy a krepuszkuláris sugarai, meg a mindenféle a felhőknek, meg a napnak az egymáshoz viszonyított helyzete, a megvilágítottsága, stb. Tehát amikor az ember egyszerre lát ilyet, egyszerre látja a napnak a krepuszkuláris szoknyaszerűen szétterülő sugarai, ahogy áttörnek a felhőkön lévő lyukakon, közben látja a nap által megvilágított felhőknek a bal oldalat, tőled balra, tőled jobbra, a tőled balra lévő feleknek a jobb oldalát megvilágítva, tőled jobbra lévő feleknek a bal oldalát megvilágítva, viszonylag magas szög alatt, tehát egyszerűen az, amikor odanézel, és azt látod annak a 3D-s alakzatnak egy komplett elég nagy része, felé fordul, és meg van világítva. Ez fizikai, geometriai lehetetlen, fizikai, mértani lehetetlenség. Ez mértani lehetetlenség. Akkor, hogyha a nap 93 millió kilométerre van tőlünk, majdnem 90, ez a legutóbbi adat, ugye? És párhuzamosan érkeznek a sugarai felé. Akkor ez nem lehetséges. Nem volna szabad a napnak ezeket. Csak a mögötted lévő, konkrétan a mögötted lévő felhőknek a megvilágított oldalát volna szabad látnod. Ami előtted van, ami közelebb van a naphoz, mint te, annak semmilyen megvilágított oldalát nem volna szabad látnod, hanem csak az izét, ugye a felhő körül az izét, a szélénél. A szélét láthatnám megvilágítva. De magát a felhő alakzatnak egy rendes megvilágított arcát, úgymond, azt nem volna szabad egyáltalán látnod. Ugye, de ezek olyan dolgok, hogy az ember rád is azt mondja, hogy fú, de gyönyörű. De egyszerűen a BIOS az nem engedi, hogy észrevegye. A Basic Input Output System, ami meg lett hackkelve, az nem engedi, hogy te az konkrétan észrevegyed, hogy a szemedből az agyadig eljusson. Érted? Pedig nincs a kettő messze egymástól. Te nem engedi meg, hogy eljusson a szemedből az agyadig az, hogy mi az, amit látsz. Megdöbbentő. Szóval vannak ilyen dolgok egyébként. Igen. Igen. Na most, amikor az embernek úgymond erre kinyílik úgymond a núsza, mondjuk így, tehát mert ugye ezt is most valakitől hallottam, hogy az embernek a núsza az, amit meg kell újítani, és ez sem,
Jó, ez mondjuk nem olyan, ami mindegy, ezt nem néztem meg görögben. Ugye, ez van, hogy az embert a múszát kell megújítani ahhoz, hogy megvizsgálás, hogy mi az Úrnak a jókedves és a tökéletes akarata. Tehát ez a fajta felfogó képessége az, amit az egyszer meg tudja fogni, föl tudja fogni. Ez ahogy az angol így mondja, grasp reality. Tehát vagy grasp mi a fenéket, concept. Tehát, hogy koncepciókat vagy magát a realitást egyszerűen fel tudja fogni, meg tudja ragadni. Tehát ugye ezt kell megújítani ahhoz, hogy az ember meg tudja vizsgálni, meg ugye nyilván odaszánni a testét, a tagjait az Úrnak, szent és élő és szent és nem tudom milyen áldozatul. Szánjátok a tagjaitoknak az Istennek, igen, hogy megvizsgálhassátok, hogy mi az Úrnak jó, kedves, tökéletes akarat, hogy ez talán az Andrew Womack is mondja ezt, hogy jó, kedves, tökéletes, ez három különböző szint. Nagyon érdekes ez is, de amikor az ember úgymond bizonyos dolgokra az embernek fölnyílik úgymond a szeme, és észreveszi, akkor van az, hogy ott van, hogy ez az világba szeretné üvölteni, hogy ember, vegyétek már észre. De nem tudja megcsinálni, mert akkor azt látja, hogy azok a barátai, akik még most is ebben az állapotban vannak, egyszerűen meg vannak sértődve magától, attól a fölvetéstől is, hogy ő nekik lehet, hogy nincsen igazuk. És ezt nagyon, és én nekem az volt az óriási szerencsém, hogy egy rendkívül szelíd és nagyon-nagyon kedves, egy igazi úriember volt az, aki úgymond nekem talán aki a legnagyobbat taszított rajtam, úgymond, hogy a jó irányba kezdjek el menni. És aztán volt még néhány szintén iszonyatos úriember, ilyen figura, akik ugye úgymond föltették az ére a pontot. Talán még két ilyen ember volt utána végül. Ez a megdöbbentő mindegyik ilyen embernél egyébként, hogy rendkívül szelidek, és nagyon-nagyon kedvesek, és iszonyú úriemberek voltak. Én ugye nem vagyok ilyen. Tehát én nem vagyok ilyen úriember, igyekszem meg minden, de én amikor hülyeséget látok, úgymond, meg nem jó kifejezés az, hogy hülyét látok okoskodni, mert nem hülyék ezek az emberek. Tehát nagyon sok esetben okos emberek, de nagyon hülyén okoskodnak, mondjuk így. Rosszul. Akkor ilyet látok, aki nekem nagyon el tud durrani az agyam, különösen, amikor ez ilyen felsőbbségteljes, meg lekezelő pozícióból történik. Úgyhogy én ezt úgy tudom sajnos csak megoldani, hogy időben elhúzom úgymond ezt a folyamatot, és mindig, mert ha túlságosan belemegyünk egy ilyen adókapokba, úgymond, és az on the spot megpróbálom ezt intézni, ahol szükségszerűen az lesz az én esetemben, hogy elveszítem, mint azt az előző videóban is látjátok, én el tudom veszíteni azért a béketűrésemet, amikor makacs hülyeséggel találkozom. Értitek. És ugyanezt úgy tudom megoldani, hogyha nem akarom a másikat megsérteni, hogy időben nagyon-nagyon elhúzom, úgymond, ő nekem meggyőzését. De ugye amikor az a helyzet, és ezt látom, hogy olyan emberek, akik azt mondják, hogy őket ez nem érdekli, de közben minden lehetséges fórumon, akárhol csak látják, akkor elkezdenek keresztes hadjáratot folytatni, és elkezdenek mindenhova oda csapnak egyet, és közben azt mondják, hogy őket ez nem érdekli. Hát... És, na, értitek? Szóval, na, mindegy. Nem könnyű ez. Nagyon nem könnyű ezt a dolgot így megoldani, hogy ne sértődjön meg senki, meg ne bántódjon meg senki. De elmondanám nektek, hogy ebben a körben például, tehát a síkföld, tehát a kérdésében, tehát hogy úgy van teremtve, vagy úgy néz ki a földünk, ahogy ezt a Biblia leírja, hogy tehát, hogy azzal összhangban van, vagy pedig nem. Ebben a kérdésben tehát, hogy ezzel én foglalkozzak, vagy sem. Egyetlen olyan barátom, aki ezügyben a jó oldalon van, egyik sem mondta azt, hogy ezzel ne foglalkozzak, és ezzel hülyeség foglalkozzak. Egy sem. Az összes olyan barátom, aki azt mondja, hogy ezzel nem kéne foglalkoznom, meg minden, azok mind a másik oldalon vannak. Érdekes módon. Tehát ők mondják azt, hogy ezzel nem, ez csak megoszt minket, meg mit tudom. Ezt ők mondják, a többiek nem mondják.
ez csak mint érdekesség. Úgyhogy majd szeretnék ezzel még, igen, meglátjuk, hogy hogy lesz ez. Nem egy egyszerű dolog ez, tényleg úgy, hogy ne sértődjön meg, ne bántodjon meg senki. Nem egyszerű, de sajnos ez a helyzet, hogy eljön az a pont, és én nagyon azt érzem, hogy egy kegyelmi időszakban élünk most, ami nem fog nagyon sokáig tartani. Tehát olyan időszakban most, ugye ez olyasmi, ez az időszak, amiben mi most élünk, mint a Jeruzsálem ostromakor, amikor Tituszt haza, tehát haza kellett Tituszt mennie a császárválasztás ügyben, ugye az apja halála után, és ezért Jeruzsálem, ugye az ostrom zárt, azt megszüntették egy rövid időre, hogy ekkor teljesedett be az, amit Jézus mondott, tehát, hogy amikor azt látják, hogy Jeruzsálemet ezekről a hadseregekről körülvéve, stb., akkor tipli. És egy darabig nem tudtak tiplizni, de amikor le tudtak tiplizni, akkor azonnal tiplizni kellett, na ezek az emberek megmenekültek, és úgy, mert ezek voltak azok az emberek, akik emlékeztek arra, hogy Jézus mit mondott, tehát ha nem is voltak feltétlenül Jézus tanítványai, de úgymond emlékeztek arra, hogy mit mondott Jézus ezügyben, és ezek az emberek megmenekültek. Érdekes mondani, és ezekből lettek aztán úgymond azok, akik túlélték úgymond ezt az egészet, és ugye ez is nagyon érdekes, hogy a zsidóság, meg az úgynevezett, meg a zsidó kereszténység, ugye az első egy-két évszázadban, ez még itt parallel létezett egymás mellett úgy, hogy Jézust azt egy izének elfogadták. Tehát, hogy Jézus az egy izé, amiket ő mondott, az ő megmenekülésükhez hozzájárult. Tehát nagyon érdekes, hogy a kereszténységnek az indulásakor, ez a populáris közegben, amennyire én tudom, tehát az általában az átlag emberek körében, Jézus az nem volt egy izé. Az Jézust azt elismerték nagyon-nagyon sokan, úgymond egy izének. Tehát annak, hogy igen, ő a messiás, és vissza fog jönni. És utána lett az, hogy egy mesterségesen szembe lett ez a két tábor egymással állítva, mindkét oldalról egyébként. Tehát mind a pogány keresztények oldaláról, mind pedig a judaizáló, vagy judaista, vagy hogy gondolkozunk itt. Tehát mondjuk úgy, hogy a Jézus Krisztus tagadó zsidók részéről. Na mindegy, ez már megint csak messzire vezet az a történet, csak... igen. Ez az ostrom. Igen, tehát igen, ezt akartam mondani, hogy ilyen kegyelmi időszakban élünk, hogy nagyon sokan beszélnek erről, hogy ugye volt most ez ilyen nagyon-nagyon kemény drákó intézkedések, most a legutóbbi, ez a elmúlt kvázi 3 évben, és nem tudom, hogy mikor fog folytatódni, de majdnem biztos, hogy ezt nem fogják annyiban hagyni, ez csak egy, ez az jó kis volt főpróba, és majd jön a hadd elhadd. Ugye vannak olyan emberek, azt mondják, hogy már elkezdődött az a 3,5 év, ugye vannak, akik például azt mondják, hogy Jared Kushner, ő az antikrisztus, mert ugye ő kezdte el kavarni ezt a kibékülést a izék között, hogy 3,5 éven át sokakkal megerősíti a szövetséget. Tehát tudjátok, ez az Abraham Accords, vagy minek hívják, Abrahamék, vagy mit tudom én, mi a neve már ennek. Tehát ugye, ami arról szól, hogy összeboronálni a zsidóság, zsidóvallást, az iszlámot, meg a kereszténységet, és akkor ebből lesz majd a végidőknek a nagy babiloni összeborulása. Ebben egyébként a keresztény vallást nagyon nagy mértékben azért fogják képviselni, úgymond az evangéliumi kereszténység, ugyanis ez a legbefolyásosabb, a legnagyobb, leghypoltabb, a legizébb, és lehet, hogy el fogunk ide jutni, hogy az igazi kereszténységet sokkal jobban fogják képviselni, például a keleti ortodoxok, meg a, most nem azért gondolok, hogy ne ijedje meg senki, azok, akik megáldják a fegyvereket, mert nem erre gondolok, hanem teológiailag közelebb fognak, meg egyáltalán a végidők kapcsán közelebb fognak állni az igazsághoz ezek, meg a mit tudom én, a hagyományos protestáns felekezetek, mint az evangéliumi kereszténység, akik a megcsalatotásnak olyan szintjébe sikerül úgymond belekavarniuk magukat, hogy az egészen elképesztő. Na, nem is tudom, hogy visszahallgatom ezt, megnézem, hogy jó lett-e vagy sem. Majd szeretnék ezekről a dolgokról még beszélni, de annyit szeretnénk csak mondani, hogy gyerekek, senki ne bízzal magát, meg ne tekints el a másikra úgy, mint az igazság letéteményesére. Az a dolgunk, hogy vizsgáljuk meg magunk. Tehát, és ne próbáljunk személyeskedéssel sem másiknak a mondani valóját sem
sem falszifikálni, sem pedig bizonyítottnak látni, csak azért, mert a másik ember okos. Ez nem működik, nem. Meg kell nézni a konkrét érveket. Meg kell nézni a konkrét érveket, meg kell nézni, hogy azt, amit mond, az összhangban van-e a Bibliával, illetve összhangban van-e azzal, amit az Úr által nekünk adott érzékszervekkel látunk, hallunk, érzékelünk, tapintunk, stb. Szaglunk. Ezeket a dolgokat mind lehet használni, nincs ez sehol sem megtiltva. Van olyan, amikor az Úr már olyan szinten megvakítja az embert, mint a nagyjárnyos, külön fogunk beszélni, amikor élünk, és az Úr is úgy akarja, mint a Lótot megerőszakolni akaró szodomaiakat, vagy pedig talán az asszírokat, a múltkori babiloni hadsereget mondtam asszírait, akik jöttek letartóztatni a vizet, azok nem asszírok, hanem szír hadsereg. Jöttek letartóztatni, jól emlékszem, Elizeus prófétát, azokat is teljesen olyan szinten vaksággal megvert, egy részletes vaksággal. Amazokat is. Tehát létezik olyan, hogy van egy részletes vaksággal az Úr megver valakit. Olyan is lehet, hogy nem az Úr okoz ilyen vakságot, hanem maguk az emberek ebbe az állapotba kerülnek. Nem kell senkit sem többnek látni, mint ami. Meg kell nézni mindenkinél azt, hogy amit mond, az rendben van-e. Minden bérebelieknek kell lenni. Úgy gondolom, azt mondja, hogy maguk utána néznek annak, hogy és nem, tényleg nem akarok senkit sem bántani, gyerekek, de sajnos tényleg annyira lerövidült az idő, hogy nem biztos, hogy meg fogom tudni azt csinálni, hogy amit eddig is játszottam, hogy elkerülöm a konfliktusokat azért, hogy ne bántódjon meg senki. Nagyon gyorsan fel kell fejlődni, úgymond oda, hogy lássuk, hogy hol vagyunk, ezért pontosan tudjunk tájékozódni, hogy merre van az előre, merre van a hátra, merre van észak. Azt, hogy mindenki megjegyzik, hogy észak merre van, a különbség abban van köztünk, hogy a dél merre van. Az nem világos. Én azt mondom, hogy a dél az körbe van, az észak meg egy pontban van. Mint egy... De hagyjuk. Beszélek majd még erről, ha minden jól megy. Addig is az a lényeg, hogy nem kell senkitől sem hanyattesni, nem kell senkitől sem lehidalni. Meg kell nézni azt, amit mond, összeegyeztethető a Bibliával, vagy sem. Van értelme a saját belső, tehát koherense, tehát a belső koherenciája megvan-e az érnek, vagy sem. Illetve nyilván, hogy az empirikusan, meg a műszerekkel mérhető, és csalásra nagyon kevés lehetőséget adó ilyen bizonyítási eljárások során úgymond megáll, vagy sem. Ezekre kell odafigyelni. De mindenek előtt a legfontosabb az, hogy a Teremtőnek, az Örökkévalónak, a Mindenhatónak, a Szavával összeegyeztethető vagy sem. Ennyi. Na, minden jót kívánok, szevasztok!